A Magyar Kanizsai Ebtenyésztők Egyesület először szervezte meg a nemzetközi kutyakiállítást Magyar Kanizsán kívül. Mivel Martonos minden tőle telhető segítséget megadott a rendezvény sikeres lebonyolításához, a szervezők úgy döntöttek, hogy ezt a kiállítást a Martonosi labdarúgópályán rendezik meg. Ez már a negyedik nemzetközi kiállítás, de nem tévedtünk, nagyon szép a hely. Nagyon sok segítséget kaptunk a Martonosi Sportszövetségtől, a Martonosi Helyi Közösségtől. A katalógban 451 kutya van benevezve, 8 országból jöttek el. Ilyen Szerbiában másik kiállításon nem létezik. A kiállítók Bulgáriából, Romániából, Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Németországból és Szerbiából hozták el legszebb kutyáikat, közöttük olyan ritkaságokat is, mint a horvát-bosnyák kitenyésztésű tornyák vagy a fehér puli. A Magyar Kanizsai Mancs Állatvédő Egyesület a kiállítás keretében első ízben szervezte meg a keverék kutyák szépségversenyét. A keverék kutyáknak nemzetközi kutya szépségversenyt rendezünk a Magyar Kanizsai Ebtenyésztők segítségével. Erre a környékből, illetve hát mivel nemzetközi, mindenhonnan vártunk jelentkezőket a versenyre. Ez mellett persze az Egyesületünk bemutatja az Egyesület munkáját, és szeretnénk minél több adományt gyűjteni, hogy segítsük a kóborállatokat. A fajta győztesek és az abszolút kategória legjobbjai serlegeket és a támogatók felajánlásait kapták jutalmul, de serleggel távoztak a keverék kutyák versenyének legszebbjei is.